Kijárási tilalom lép életbe szerda 00 órától. Este 8 és hajnal 5 óra között csak a munkába járás és az onnan hazautazás miatt, illetve rendkívüli esetekben tartózkodhatunk az utcán. Az üzemi étkezdék kivételével az éttermeknek be kell zárniuk, csak a házhoz szállítás működhet. Általános rendezvény és gyülekezés tilalom lép életbe. A sportmérkőzések zárt kapusak lesznek, az amatőr csapatsport tilos. Emellett a mozik, színházak, állatkertek, fitnesstermek bezárnak, szálláshelyek csak üzleti célú utazókat fogadhatnak, üzletek, szolgáltatók 19 óráig lehetnek nyitva. Családi összejöveteleken és magárendezvényeken legfeljebb 10, temetéseken maximum 50 fő vehet részt. Esküvők csak lakodalom nélkül tarthatóak. 14 év felett digitális oktatásra kell átállni, de az alsó tagozatok, óvodák, bölcsödék nyitva maradnak, melyeknek dolgozóit folyamatosan tesztelni fogják a kórházi dolgozókkal együtt. Ezeket az intézkedéseket pontosította, illetve helyenként egészítette ki a kormány, reflektálva a lakosság és a szakemberek reakcióira. Ilyen például, hogy kutyát mégis lehet este 8 óra után sétáltatni, de csak a lakhelyünk 500 méteres körzetében. Vagy, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a védekezésben résztvevő orvos és egészségtudományi hallgatók is térítésmentesen használhatják országszerte a közösségi közlekedési eszközöket. Kötelező maszk használatot a közterületeken mai éjféltől elő fogjuk írni, úgy, ahogy a legtöbb európai ország is ezen az úton jár. Részlet a miniszterelnök keddi interjújából, mely igyekezett választ adni a jelenlegi helyzetben meghozott kormányintézkedésekre. Ennek egyik szintén friss bejelentése, hogy a 10 000 fő feletti települések saját hatáskörben kijelölhetik azokat a közterületeket, ahol előírják a kötelező maszk használatot. A járságban ez csak Jászberényt érinti. Arra jutottunk, hogy rendeletben fogjuk szabályozni a maszk viselését. Ez a piac területét érinti, mind a csarnokot, mind a csarnokon kívül, a lengyel piac területét, az autóbuszállomásnak a teljes területét, valamint a játszótereknek a területét. Első körben ezeket jelöltük meg, és bízunk benne, hogy nem lesz szükség további hasonló lépések meghozatalára. A Jász főváros több szempontból is erősen sújtják az új szigorítások. A 8 osztály feletti digitális oktatás bevezetése miatt több iskola is, a kulturális, illetve a sportolásra alkalmas intézmények is bezártak, illetve törölték az idei összes programot. Egyeztettünk a Jász kerület és a VVZRT vezetőivel. Nyilván a kultúra területén sajnos nem tudtunk könnyebb lépéseket meghozni, tehát ott teljes mértékben le kell tájtanunk rendezvényeket. Ez úgy néz ki, az adventi vásárt is érinti. A sport területén pedig, ami nagyon sok Jászberényt érinthet, az pedig az, hogy a jégcsarnok tovább is működhet, csak és kizárólag a versenyszintű sport tekintetében. Az uszoda szintén mai nappal bezárt, úgyhogy egyelőre ezeket az információkat tudom most megosztani. Fontos információ szintén, hogy szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok, de aki teheti, inkább online intézze hivatali ügyeit.